megjelentek a blogomon is, nemrég egy interjút is adtam, és abban is felmerült ez a kérdés, illetve a videóim alatt is többször megfordult már, hogy hogy tudunk ennyi mindent egyszerre csinálni, és hogy dolgozunk-e egyáltalán, mert ez, amit itt csinálunk, ez rengeteg munka, hogy fér bele az időnkbe minden. Több videómban is említettem, hogy dolgozunk, úgy értem, hogy munkahelyen is dolgozunk, illetve hát itthon is dolgozunk, ugye a kerttel, meg az állatokkal, vagy tavasztól őszig ilyenkor meghalmozódik a tennivaló, és hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem egyszerű sokszor beosztani az időt, és van úgy, hogy a saját magunkra szánt idő esik a kútba a legtöbbször, sajnos, mert ugye a termény az nem tudja, hogy milyen nap van, az állatokat nem érdekli, hogy milyen nap van, ők csak enni akarnak, a terményeket meg kell locsolni, gazolni kell. Szóval sokszor így a saját én időnk, a saját együtt töltött minőségi időnk szenved csorbát, amit így igyekszünk a téli időszakban bepótolni, amikor sokkal kevesebb a tennivaló. Igyekszünk a munkát általában úgy beosztani itthon, hogy minden napra legyen valami, amit megcsinálunk, de közben legyen valahogy nagyon túlterhelő se. Próbálok így multitaskingolni a legtöbb esetben, mint például tegnap este főztem a lecsót, de közben, amíg rotyogott a gázon, addig csináltam a vacsorát. Egyszerre próbálok több mindent csinálni a legtöbb esetben, mint például most is a fokhagymát pucolom, de közben elkezdek egy videót is, hiszen ezek is itt vannak, és ez sem kis munka. Egy-egy ilyen videó elkészítése általában több órányi filmezést jelent, a szerkesztés és a posztolása legalább egy félnapos munka, szóval azért ez is sok időt igénybe vesz. Van, amikor belekezdek valamibe, és félbe hagyom, beteszem a hűtőbe, mert nem tudom befejezni, vagy már fáradt vagyok hozzá. Nagyon igyekszem jól beosztani az időmet minden egyes nap, és minden egyes nap egy kicsit visszaharapni a teendőkből, ugyanakkor magamra is figyelni, és arra, hogy pihennem is kell, és töltődnöm is. Általában van körülbelül egy órám, így reggel korán felkelek, és amíg a teámat szürcsölöm, olvasom a könyvem, vagy valamilyen befőzős projekt között van egy kis időm olvasni, vagy egy podcastot meghallgatni. Nem igazán vannak üres járatok a napban, de azért most már egyre jobban prioritást élvez az is, hogy pihennem is kell, hiszen az energiánk véges. Bár tudom, hogy télen erre sokkal-sokkal-sokkal több időnk lesz, de azért most is igyekszünk arra odafigyelni, hogy fizikálisan is toppon tudjunk lenni az előttünk álló feladatokhoz minden nap. De persze van olyan is, hogy akár hetekig nem jutok hozzá egy-egy feladathoz, és csak itt várok magára, és van, hogy elkések, és már mondjuk nincs lehetőségem megcsinálni. És van, amikor ez így rosszul sül el, van, amikor meg még orvosolható, de hát ez ilyen tényleg, amikor az embernek rengeteg teendője van, akkor mindig lesz valami, ami esetleg balul sül el, de hát nem vagyunk tökéletesek. Egy nap sajnos, vagy nem sajnos, nem áll 30 órából, bár néha jó lenne, csak energia is kell legyen hozzá. Szétrepett paradicsomok tökéletesek lesznek a mai ebédhez. Úgyhogy megmutatom nektek, hogy dobok össze egy gyors bolonyait ma ebédre. Természetesen a saját termesztésű fokhagymánkat használom a paradicsom szószhoz, és mi
szerettünk mindent nagyon-nagyon fokhagymásan. Én beleteszek a szószba ilyen 5-6, akár 8 cikk fokhagymát is, hogyha esetleg nagyobb adagot főzök, és ami marad, azt pedig lefagyasztom, és amikor szükségünk van rá, akkor csak kiveszünk egy üveggel a fagyasztóból, és természetesen a saját termesztésű oregánunkat teszem bele. Nagyon szépek lettek ezek a fokhagymák, nem panaszkodhatom. Biztos, hogy 100-szor jobb, mint a bolti. Viszonylag nagyobb darabokra szoktam vágni a fokhagymát a szószhoz, mert egyrészt úgy is jól megfő benne, másrészt mi szeretjük a nagy darab fokhagymákat a paradicsom szószban, úgyhogy nem szórakozunk ilyen pici, apró darabokra való vágással. De persze mindenki ízlése szerint csinálja. Beleadom a lábasba, és az egyik titka az a jó sok olívaolaj. Az fogja a jó ízét megadni. A múlt heti videóm alatt volt egy kedves nézőnk, aki kérte, hogy mutassak paradicsomszósz receptet esetleg a videóimban, és mivel ugye egyrészt nektek készítem a videókat, de nyilván szeretnék olyan tartalmakat készíteni, amiket én is élvezek. Úgyhogy ha bármikor van kérésetek, kérdésetek, hogy mit szeretnétek látni a videóban, akkor osszátok meg velem a kommentben, és igyekszem elkészíteni a videót róla, vagy beleintegrálni egy-egy videóba a kérdéseket, kérdéseket. És a paradicsomból én mindig ki szoktam vágni ezt a részt, ahol a szár van, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy ez tartalmaz ciánt. Nyilván nem sokat, de azért nem muszáj megennünk, hogyha nem kell. Úgyhogy én ezeket mindig ki szoktam vágni a paradicsomból. A mérete az teljesen lényegtelen, hogy milyenre vágjuk. Az oregánót hozzáadom az olajhoz és a fokhagymához, így jól belesül az íze, de van, aki egyébként úgy szereti, ez szokás kérdése, hogy később adja hozzá a paradicsom szószhoz, illetve amilyen fűszert mi még szoktunk hozzáadni, az egy kis allspice, nem sokat, de csak egy icipicit, illetve hogyha ragút főzök, mint most, akkor vörösbort is szoktam beleönteni a paradicsom szószba. Viszont, hogyha nem teszek bele húst, akkor általában ezt ki szoktam hagyni. Olyankor csak az oregano, fokhagyma, paradicsom, allspice és az olívaolaj megy bele, és persze egy kis só. Akkor már úgy ítélem, hogy jól megpirult a fokhagyma és kisült az olívaolajba, akkor hozzáadom a paradicsomot. Egy pici allspice, nem sokat, sót ízlés szerint, és egy jó nagy plöttyintés vörösbort. És itt hagyom, hogy elrotyogjon magának most a fedővel, amit magadát teszek. Amikor már látjuk, hogy ilyen jó levesesre főtt, és már így kezdenek szétfőni benne a paradicsomok, akkor én már leszoktam ezt kapcsolni, de persze még főzhetjük sűrűbbre is, hogyha mi úgy szeretjük. Ez egy ilyen alap paradicsomszósz nálunk. Most, hogy ragút készítek,
ilyenkor, amikor még levesesebb, tehát nem főtt le nagyon sűrűre, ilyenkor szoktam beletenni a húst. Nem túl sokat, tehát nem a húsról szól igazából ez a szósz, mint mondjuk otthon, hogy van benne 70-80% hús, és a többi pedig a szósz, hanem itt, ahogy nagymamám szokta mondani, csak megmutatjuk neki a húst. Igazából csak ahhoz kell, hogy egy kis ízt adjon hozzá. Aztán még ezt tovább rotyogtatjuk, addig, amíg a hús megfő. És már lassan kész is van ez a ragúszósz. Isteni az illata. És már fő is hozzá a víz. Érdemes mondjuk fele-fele arányban ilyen húsosabb paradicsomot használni, illetve a másik felében egy levesesebb paradicsomot, hogy engedjen levet is, és akkor van miben rotyognia. Nekem ez az, ami így bevált friss szószhoz. Természetesen a ragúhoz spagetti dukál. Mellé még egy kis paradicsomos vivaj mozzarellás caprese, friss bazsalikommal és oregánóval, és a ragú. Nagyon sokan csatlakoztatok most a csatornámhoz, az elmúlt egy-két hónapban, amikor elkezdtem újra posztolni, már közel 1000 új feliratkozónk lett, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, és szeretnék nektek köszönetet mondani, hogy itt vagytok velem a csatornán, és nézitek a videóimat, és azoknak pedig extra nagy köszönet, akik mindig lájkolják a videókat, vagy kommentelnek. Nagyon-nagyon sokat jelent ez a csatornánk számára, hisz ez mutatja az algoritmusnak, hogy érdemes a videónkat mutatni más embereknek is, és ezáltal többetekhez eljuthatnak ezek a tartalmak. És szeretném még külön kiemelni, hogy ezek a kommentek nagyon-nagyon sokat jelentenek nekem. Egyrészt, mert inspirálnak, motivációt adnak, másrészt pedig ötleteket adnak esetleges következő videó témákat illetően. Úgyhogy, ha bármikor van bármilyen kérdésed, videó ötleted, akkor kérlek szépen osztátok meg a videók alatt a kommentekben, mert ez segít nekem abban, hogy olyan tartalmakat készítsek, amiket szeretnétek is látni. És hogyha nem szeretnétek máskor sem lemaradni a videóinkról, akkor a nevünk mellett található kis csengőre kattintsatok rá, és akkor mindig kaptok értesítést is a YouTube-tól, hogyha felkerül egy-egy új videó. Köszönöm, hogy a mai videóban is velem tartottatok, remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok!